emberek így évvége felé gondolnak erre, gondolnak arra, csinálnak ezt, csinálnak azt, csak egyre nem gondolnak. Pedig az a legfontosabb. Erre az egyre. A nyáron még szemetet haláztunk itt a kis Dunaparton, most meg valaki több ezer liter olajat engedett a vízbe, ráadásul természetvédelmi területre. Hát ehhez mi már kevesek vagyunk. Ha így folytatjuk, a saját szemetünkbe fogunk belefulladni. Vannak, akik jobbra indultak el. Aztán vannak, akik balra. Mi meg azt gondolom felfelé. Mert felfelé az új előre. Jó érzéssel tölt el minket, hogy ilyen sokan vásároltatok adománytermékeinkből a webshopban. Több mint 400 gyermek és szüleik élhették meg az ünnepeket méltó módon, úgy, hogy mi tudtuk őket támogatni élelmiszerrel, higiéniás termékekkel. Jövőre ugyanúgy folytatni fogjuk ezt az akciót, mert sajnos szegény emberből egyre több van ebben az országban. Nehéz volt az az év. De letettem a gázszerelő vizsgát. No, there is a cat on the tree, not the dog, the cat. You don't tell me, no, it's a shame, it's everything. Aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul. Ennek az évnek a legnagyobb eredménye az, hogy most már mindenkinek van kamerája és mikrofonja is a pártban. És meg is tanultuk kikapcsolni azt. 2020 a siker éve volt. Például kifestettünk egy egész piacot, 6 hónapig tartott. Aztán, mikor végeztünk, 2 hét múlva elbontották. Se baj, kaptunk sört. Legközelebb majd csülköt is kérünk. Idén Budakeszin többször is kikértük a vagyonnyilatkozatokat, de sajnos még a Jézuska se hozta meg nekünk. Úgyhogy jövőre folytatjuk. 2020 a kitörések éve volt. Kitört a Covid-járvány, kitört az Etna, kitörtek a Hawaii vulkánok, ebből nem maradhatok ki. Csinálok pár kitörést én is. A karantén miatt sajnos idén nem voltak klubok. Nem volt kitört cigipapírt kérni. Ezáltal többet italoztam. Az idei évben nem szerveztünk közmeszit. Nem tudtuk, hogy a vírus miatt lehet-e. Aztán mire lehetett volna, addigra már mindenki filmklubokat szervezett. Így hát úgy gondoltuk minek. Talán majd jövőre. Jövőre szervezünk egy-két nagyon jó vetítést. Mai helyzetben senkinek sem könnyű. Sem a vírus ellenes oltástagadókat üldöző ellenlobbi nem ismer országhatárokat. Segítsünk a bajba jutottakon, hiszen sosem tudhatjuk, hogy az első 40 perces ingyen Zoom után küldött Google Meets helyetti Microsoft Teams link meddig érvényes. Ez az első karantén karácsonyunk, de lehet, hogy egyben az utolsó karantén karácsony is. Ebben az évben több eseményt mondtam le, mint amennyire bejelentkeztem. Mégsem én lettem az év fasztilistája. Nem tudom, jövőre belehúzok. A 2020-as év elég szar volt, de szerencsére van még tepertős kóra. És harmadik. Idén nagyon jó évet zártam pénzügyileg. Még megtakarításom is lett. Ez soros pénz. Az utóbbi 2 évben a kutyapártnak minden ígérete teljesült, és minden jó tanácsát sikerült betartani. A legutóbbi mely kis volt? Hogy állítsuk meg Brüsszelt, mert túl sok pénzt akar küldeni. És meg lett állítva. Mi az, ami jövőre maradt? Szerintem a legjobb dolgok. Legyen minden jobb, az élet szép, nem lesz mindig ilyen idő, és persze választhatok magatoknak kutyapárt. Kutyapárt. 2020, és végre elértük, hogy ne kelljen dolgozni. Jövőre azért dolgozunk, hogy legyen pénz is. Aiken 2020-ban a turizmussal foglalkoztunk. Bár javaslataink nagy részét még nem sikerült elérni, egy dolgot azért már sikerült véghez vinni. Jövőre a város 1,25 millió forint helyett
már 0 forintot fordít idegenforgalomra. Hogy mit tanultam 2020-ban? A TikTok sötét és tele van iszonyattal. Hatalmas bulik, tömeg, irtózatosan jó színházi előadások, barátok, egyszerűen tökéletes volt. Hm? 2020-ról beszéljek? Még hogy nincs globális felmelegedés. Hát amikor én gyerek voltam, még jégcsapok lógtak az ereszekről. 2020 után 2021 lesz már csak jobb. Végre újra bevezetik a tanácsköztársaságot. Önkormányzati képviselőként most megmutathatjuk, hogy nullával igenis lehet, sőt kell tudni osztani a költségvetés alkotásnál. A hivatalnokokkal majd begyűjtettem az összes Szent János bogarat, lesz itt közvilágítás. És hogy szó ne érje a ház ereszét, majd én is elmondom, hogy mennyire szeretek sütni. Idén is drágult a tömítés. Ha a politikusok úgy csinálnák, hogy jó legyen, akkor nem 50 forintba, hanem 5 forintba kerülne. És jövőre szebb hely lenne a világ. Nagy örömmel fogadtunk, hogy nem csak az augusztusi tűzi játékot fújták le, bár ki kellett fizetni, de az évvégi búroktatást is korlátozták. Sikerrel bevezettük a költséghatékony kézi tűzi játékot nem csak kutyáink, de környezetünk és pénztárcánk védelmében is. Legyen minden jó! Most, hogy jó páran komoly politikai pozícióba kerültünk, felülvizsgáltuk néhány komolytalan ígéretünket. A parkolóőrökből például magánhadsereget akartunk, akikkel elfoglaljuk Bécset. Nekem most kiderült, hogy street artban sokkal ügyesebbek. Lehet, hogy a vírusoknak se kéne jogokat adnunk. Nem volt könnyű az idei év, de most, hogy kiderült, hogy a 3R Kft-nek és a Regnum Trendbaunak ugyanaz a könyvvizsgálója, és hogy Nagy Gábor Tamás volt felesége tulajdonos Béres István cégében. Igazából most már nyugodtan véget érhet.